Több évtizedes hagyománya van már Szabadkán annak, hogy a végzős középiskolás diákok az utolsó tanítási napon a fültéren lévő szökőkútban engedik ki a gőzt. Idén is több száz diák vonult a térre. A lakosok között sokan felháborodva látták, ahogy a diákok ugráltak a zsolnai kerámiából készült szökőkúton. Ještě jsem za každým desto zelenou fontánu ovako uništili, koju smo mi građani platili z našeg poreza. Gospoda koja su zato plaćena da štite ovu imovinu našeg ovog lepog grada, dozvoljavaju da ova deca sa svojim cipelama skaču. Pa zašto ne skaču po kocki? Je li to u redu po vašem mišljenju? Az illetékes személyek állítólag azt felelték a kérdésre, hogy nem tudnak a tömeg akarata ellen tenni. Ugyanakkor komoly lépéseket tettek, hogy elkerüljék a balesetet. A szökőkút vizét ugyanis leeresztették. Ez sem kedvetlenítette el a fiatalokat. Igazából szerintem nagyon klassz, hogy ezt így minden évben megrendezik. Igaz, hogy most kiszívták a vizet a kútból, de mi így is jól érezzük magunkat, úgyhogy felhőtlen a hangulat. Szerintem ez egy olyan nap, amikor szóval 4 éven keresztül tanulás van, nincs buli, vagyis hát van buli, de így városban nincs, és most eljött a nap, hogy végigvonuljunk a városon, és tényleg szerintem ez pár óra megengedhető, és tényleg kibulizzuk magunkat, jól érezzük magunkat, és irány az egyetem. A fiatalok szerint ezen a napon mindegyik osztály egy év állt, egyként ünnepelték az utolsó napot. Az évek alatt kialakult barátságokat pedig életük végéig szeretnék megtartani.